Hetesi Zsolt 2003-ban diplomázott az ELTE természettudományi karán, fizika és csillagász szakon. PhD fokozatát ugyanitt elméleti fizika tárgykörben szerezte. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Győri Széchenyi Egyetemen óraadó tanár. Az elméleti fizikai kérdések vizsgálata mellett kutatási területét képezi a tudomány és a társadalom kapcsolata is. 2005 óta foglalkozik a fenntartató élet lehetőségeinek, a társadalom bolygóra gyakorolt hatásának, valamint a civilizáció energiaigénye jövőbeli ellátásának a kutatásával. Munkatársa és alapítója a Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoportnak, és tagja a 2012-ben Láng István kezdeményezésére létrehozott a környezet állapotáért felelősséget érző túlélés szellemi körnek is. Köszönöm szépen, mindig meghatnak engem, főleg ezzel a sok címmel, én magam se tudtam, hogy nekem ennyi van. Engedjenek meg rögtön az elején feszültségoldásnak egy viccet, mert így Vida Gábor professzor úrral egymás után azt hiszem, hogy komoly lelki tusát okozunk a hallgatóknak. Megállítják az egyetemi oktatót a folyosón, professzor úr, igaz-e, hogy maga sikkasztott, mire jön a válasz? Nem, nem igaz, még csak docens vagyok, tehát így készüljünk erre. Hát nekem is nagyon nehéz feladatom van, mert ezt 30 percben elmondani roppant nehéz. Egy nagyon picit változtattam az előadásnak a menetén azért, hogy néhány olyan kérdésről mindenképpen essék szó, amik engem mostanában foglalkoztatnak, és hát akik úgy ismerik, hogy miről szoktunk beszélni mi néhányan, azok gondolom arra is rájöttek, hogyha ez engem foglalkoztat, akkor valószínűleg ez tényleg egy fontos kérdés. Hát aztán ne legyen igazam, majd meglátjuk. Próbálok egyre jobban távolodni tőle, hogy ne halljam a saját hangomat. Szoktak mostanában, és akkor mindjárt folytatom is, amit Vida professzor úr abba hagyott. Szoktak mostanában még mindig lenni olyanok, akik kételkednek abban, hogy az éghajlat az az ember hatására változik. Most a piros görbét azt már nem nehéz kitalálni, hogy az az átlag hőmérséklet változása 1850-től napjaig, de szeretném ilyen bekiabálásos alapon megkérdezni, hogy mi lehet a kék? Ez egyik az emberiség létszáma, másik pedig egy illesztett adatsor. Ez a két válasz hangzott, de mindig ezt szokták mondani. Nem. A kék, egyébként nagyon jó tippek, a kék az a széndioxid kibocsátás ugyanebben az időszakban. Tehát én azt mondom, hogy mindenkinek szíve joga kétkedni, de csak abban az esetben, ha a kétkedés azt jelenti, hogy még futó pillantást se vetettek erre az ábrára. Tehát előfordul, de nem ajánlott. Gondolom tudják, hogy a Földön az egyenlítői hőtöbletet különféle természeti folyamatok, a tengeráramlások és a légkör konvektív áramlásai a sarkok felé viszik. Tehát a hőtöblet a sarkokon jobban megjelenik, mint máshol. Ezen az ábrán folytonos vonal jelzi az átlagos nyári jégtakarót az északi sarkon, és a kép pedig mutatja a szeptemberi állapotot 2012-ben. Látszik, hogy a jégtakaró 40%-a, eddig ez volt a legkisebb ilyen érték, ez eltűnt, és hát ami egyszer elolvad, az nagyon bajosan fagy vissza télen. A jégtakaró átlagban is vékonyodik, és a felszín jégborítottsága is csökken. Miért baj ez? Nem csak a jegesmedvékért aggódóknak lehet ez egy különös gond, hanem azért is fontos, mert egyrészt az északi sarkon a jég az túlnyomó részt visszatükrözi a napfényt, tehát nagyon kevés hőt köt meg belőle. Ha víz foglalja el a helyét, annak a fény megkötő képessége, az albedója az más, és mivel sötétebb, több hőt köt meg, így a melegedés, ha víz foglalja el a jég helyét, gyorsabb lesz. A másik komoly gondot az jelenti, hogy a sarkvidéki hideg levegőnek úgymond a jóléte, tehát hogy jól van, hideg van, minden rendben, az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az északi sarki körbefutó áramlás, amit ezen az ábrán Polar Jet Stream felirattal tetszenek látni, az alapvetően nyugat-keleti irányú és erős áramlás. Ez választja el az északi sarki hideg éghajlatot a mérsékelt éghajlattól. Amikor az északi sarkon a hideg gyengül, tehát a sark nem érzi jól magát, mert betegítjük. Többségében azért, mert azok az üvegházhatású gázok ott vannak az északi sark fölött is a levegőben, és télen, amikor nem süti a nap, a világűr felé történő hőkisugárzás egyre nagyobb részét akadályozza az ott lévő többlet széndioxid. Tehát amikor az északi sarkon nincs elég hideg, nem tud eléggé lehűlni, ez a sarki körbefutó áramlás nyugat-keleti irányú
áramlásból át tud csapni olyan észak-déli irányú felharmonikusokkal tüzdelt áramlásba, amit a képen a világos sárga vonal jelez. Természetesen ezek a hullámok maguk is mennek nyugatról kelet felé, de lassabban, mint hogyha ez a körbefutó áramlás megfelelő jólétnek örvendene. Miért fontos ez? Egyrészt azért, mert a sarkvidéki hideg sokkal alacsonyabb szélességekre is le tud jutni, másrészt sokkal melegebb levegővel tud keveredni, mint egyébként, és gondolom azt el tudják képzelni. Ha két hőtartály között a hőmérséklet különbség nagyobb, akkor a köztük lévő áramlás energiaviszonyai is nagyobbak lesznek, tehát ilyenkor özönvízszerű esőzések, erőteljes frontok, havazás, ilyesmi várható. A másik, amikor egy ilyen pubba a meleg levegő fel tud egészen magas szélességekig áramlani, ez egy meleg anticiklon tud okozni, ez olyan jó sokáig be tud ülni egy helyre. Ilyenkor történik meg, hogy a Kárpát-medencében mondjuk egy hétig olyan hőhullám van, amihez nem vagyunk hozzászokva. Ezek a jelenségek együtt mind azt eredményezik, hogy a mérsékelt égövön a megszokott éghajlat felborulóban van. Ezt különösebben nem kell önöknek ecsetelni, elég az elmúlt néhány évből példát hozni. És ez, amihez például a mezőgazdaság képtelen alkalmazkodni. 2014-ben például azok jártak jól, akik csapadéktűrő, gombabetegségeknek ellenálló gabonafajtákat vetettek az országban, mert így nem veszteséget termeltek, hanem búzát például. 2015-ben azok jártak jól, akik dacára az előző év tapasztalatának mégis inkább szárazságtűrő gabonát vetettek, mert így lett nyereségük. Nyilván ez a két példa, hogy egymás utáni két évben ilyen megtörténhetik, ez azt mutatja, hogy nem lehet felkészülni, nincsenek ilyen előrejelezhető történések, például a mérsékelt égő éghajlatának az alakulásában. Abban, hogy ez a sarki körbefutó áramlás gyengül, más nehézség is jelentkezik. A jobboldali ábrán a normálisan jól működő sarki hideg levegőt láthatjuk, ami körül a körbefutó áramlást ilyen fehér sáv jelzi, és látszik, hogy ez nem nagy kitüremkedésekkel és betüremkedésekkel bír. A baloldali ábrán az látszik, amikor nagy kitüremkedések vannak ebben a körbefutó áramlásban, és az egy központú sarki hideg látszik, hogy több központra oszlik szét, és ezek közül jó néhány ilyen hideg góc el tud távolodni a sarkoktól, például láthatnak ott a nagy tavak fölött egyet, meg Izland alatt egyet. Ezekkel az a gond, hogy egyrészt nagyon szélsőséges hideg időjárást tudnak okozni, és ilyenkor van az, hogy például belepi a nagy tavak környékét a hó egy méteres magasságig meg hasonló, de a nagyobb gond az vele, hogy amikor jön a nyár és felmelegszik a levegő, ez a hideg eltűnik. Tehát ez olyasmi, azzal, hogy legyengítettük a sarkvidéki körbefutó áramlást, és a hideg le tud jönni alacsony szélességekre is, ez olyasmi, mintha állandóan nyitogatnánk a hűtőajtót, csak a motor nem megy. Tehát nincs már, ami tovább hűtse az északi sarkot, ami ott van hideg levegő, az az utolsó jégkorszak maradványa. És ha onnan szépen így kinyitogatva a hűtőajtót, kiengedjük a hideget, akkor a sarkvidéki jégtakaró el fog tűnni. Ez most már nagyon úgy néz ki, hogy nem valószínűség, hanem időkérdése. A 2000-es évek elején, amikor én ezzel a területtel kezdtem foglalkozni, 2100-ra tették ezt a kérdést, most már vannak, akik 2050 elé teszik, és attól félek, hogy nekik lesz igazuk. Nem csak azért fontos tehát ez, hogy felborul a mérsékelt égő éghajlata, bár nem szeretünk ilyeneket látni például, ez a Pilisbe esett ónos eső 2014-be, ez meg egy idei nyári jégverés valahol az Alföldön, nem szeretünk ilyeneket látni, de van egy még komolyabb harmadik ok, ami miatt nagyon veszélyes az északi sark jegét elolvasztani. Az pedig, még ezt hadd mutatom meg, ez a Tisza 2012-ben. Június, július, augusztus Vásárosnaménynál száraz lábbal át lehetett volna lassan kelni rajta. Hát ezek csodálatos képek, érdemes elgondolkodni azon, hogy megéri-e nekünk ez a játék. A harmadik nagyon fontos dolog, mert belekezdtem és most tényleg elmondom, az pedig az északi sarkkör környékén, a kontinentális talapzaton található metánhidrát készleteknek a jövője, amit a felmelegedő tengerek fel fognak oldani. Jelen pillanatban a földi légkörben körülbelül 5 milliárd tonna metán található, ez töredéke az ott lévő széndioxidnak, mert kevesebb, mint 1%-át teszi ki az összes üvegházhatású gáznak, de hatását tekintve 10% körül van. Tehát tartósan, hosszú távon 10-20 szoros szorzóval kell figyelembe venni a légkörben található metánt.
a kontinentális talapzaton, a Barents-tengeren, a Laptyev-tengeren, a Jeges-tengeren található kontinentális talapzaton körülbelül 100 erőteljesebb becslések szerint 1000 milliárd tonna metán található. Vessük össze ezt még egyszer azzal az adattal, hogy most 5 milliárd tonna metán van a légkörben. Orosz kutatók szerint annak a valószínűsége, hogy ez a talapzaton lévő metánhidrát diszociál és a metán a légkörbe jut, 90%. Tehát nagyon valószínű esemény. Ilyenre a természettudományban már azt szokták mondani, hogy lehet rá fogadni, mert be fog következni. Ha csak nem csinálunk valamit nagyon gyorsan. Ezen az ábrán lehet látni a metánhidrát fázis görbéjét. Lefele a függőleges tengelyen a mélységet láthatjuk, és ott van a szíbet felirattal a tengerfenék, körülbelül 1000 méterig, de vannak olyan kontinentális shelf területek, ahol 200-300 méteren már metánhidrát csücsül. A sárgával sávozott rész mutatja a metánhidrát stabil zónáját, tehát hogy az a hőmérséklet és mélységi tartomány, amiben a metánhidrát stabil. És felhívom rá a figyelmet, hogy 1000 méternél mélyebben ritkán találhatók ilyen metánhidrát telepek, ezeken 500-200 ilyen méteres mélységben vannak, és azt is érdemes megnézni, hogy a jobb oldalon a fázis görbét maga a hőmérséklet határolja le. Tehát a hydrate phase boundary az azt jelenti, hogy ha afölé megy a hőmérséklet, látható az ábrából, hogy 8-10-12 fokos tengervízről van szó, akkor fölötte akármekkora nyomás alatt van a metánhidrát telep, akkor is diszociál, tehát a metán akkor is kijut a légkörbe. Ízlelgessük ezt egy picit, ez egy nagyon fontos ábra. És akkor most szeretném föltenni a kérdést, és megszavaztatom önöket, ha hozzájárulnak. Ebben az évszakban a Jeges-tenger felszíni vízhőmérséklete a Spitzbergák mellett, ahol egy ilyen állomás méri, 0 és 1 fok között szokott lenni. Tehát a tengervíz felszíni, azt hiszem 1 méter mélyen mért hőmérséklete átlagosan ebben az évszakban 0 és 1 fok közötti. November 7-i adatom van arról, hogy mekkora volt november 7-én itt, ezen az állomáson a tengervíz mért hőmérséklete. Ki az, aki azt gondolja, hogy ez 5 fok alatt volt azért, tegye föl a kezét, legyen szíves? Néhányan vannak, köszönöm szépen. Ki az, aki azt gondolja, hogy 5 és 10 fok között volt? Köszönöm. És ki az, aki azt gondolja, hogy 10 és 15 fok között volt? Néhányan vannak ilyenek is. Jó, és akkor most már csak tényleg az agymenés kedvéért hadd kérdezem meg, ki az, aki azt gondolja, hogy 15 fok fölött volt? Nem merte föltenni senki a kezét. A november 7-i mérés alapján 15,8 fok volt a tenger felszíni hőmérséklete a Spitzbergák mellett. Tehát nem önöknek szól, de hát ha elviszik innen, szerintem nyugodtan vágjanak kupán egy pár döntéshozót, hogy ez most már nem játék. Tehát nem arról van szó, hogy még csinálunk néhány ilyen csúcsértekezletet meg hasonlók, hanem már iszonyú nagy sebességgel cselekedni kell, különben a saját jövőnket rendkívül gyorsan vágjuk el. És akkor még a többi részéről, ami a hátralevő 18 percben lesz, nem is beszéltem. Azok már nem lesznek ilyen drámaiak, csak úgymond a megszokott képek. Menjünk tovább. Professzor úr is beszélt arról a hatalmas mennyiségű energiahasználatról, amit az emberiség művel az utóbbi időben. És ennek döntő többsége nem arra fordítódik, hogy azokat az embereket, akik pillanatilag a világ szerencsétlenebbik felén élnek, ellássuk legalább alapvető javakkal, hanem arról szól, hogy számunkra egy érdekes közgazdasági ellentmondásnak, látszólagos ellentmondásnak köszönhetően olyan különféle dolgokat gyártsunk, gyártassunk, amikre egyébként túlnyomó részt nincs szükségünk. Képzeljék el, én nagyon sokáig 2007-ig ellenálltam annak, hogy hordozható telefonom legyen, és tegnap szerencsés módon otthon hagytam. Életem legboldogabb két napja van most, és érdekes módon mégis mindenki utolér, aki szeretne. És ez még csak a kisebbik dolog, mert ma, ahogy idejöttem a föld alattival, azt láttam, hogy az emberek döntő többsége valami egész más világba él. Egy-két üde arc, aki olvas vagy beszélget a szomszédjával, a döntő többség el van merülve egy egészen más világba, ami egyébként nem létezik, csak azt hisszük. És ráadásul annak, ami az alapjait megteremti, a tudományos, technológiai haladásnak, ne legyenek kétségeink, nem a tudományos forradalomnak köszönhető, hogy ennyi ember ilyen viszonylagos jólétben él a Földön most, hanem annak, hogy rengeteg, könnyen elérhető energiát tudunk hasznosítani, és versenybe tudunk szállni a természettel, mert alkalmanként olyan folyamatokat szabadítunk fel ősmaradványi és nukleáris energia segítségével, ami a természetben egyébként elérhető energiaáramnak esetenként az ezerszerese. Nem csoda, hogy legyőzzük az elefántot, a tigrist, az őserdőt, a sast, sokkal jobb energiaforrásunk van, és sokkal pazarlóbban használjuk, mint a természet valaha is használta. Ugyanis a természet
túlnyomó részt a fénymegkötésre, a fotoszintézisre építve olyan hatékonyan használja azt a kevés napenergiát, amit ő hasznosítani tud, hogy az bámulatos. Ha mi így használnánk a mi erőforrásainkat, akkor semmi különös baj nem lenne a Földön, sokkal kevesebb erőforrás felhasználásával komoly jóléti eredményeket érhetnénk el. De nekünk ez nem megy, mi szeretünk háborúban állni a természettel. Ha önök betévednek egy erdőbe, ahol nem látnak szemetet, utakat, kivágott fák tuskóit, akkor arra gondolnak, hogy itt még nem járt ember. Ez is mutatja, hogy a fejünkbe feloldhatatlan ellentmondásként él az, hogy hogyan bánunk a természettel. Senki nem gondolja azt, hogy milyen okos emberek jártak itt előttem, összeszedték a szemetet, és úgy bánnak ezzel az erdővel, hogy csak na, le a kalappal előttük. Nem. Mindenki azt gondolja, hogy az ember és a természet között valami feloldhatatlan ellentét van. És hát úgy is viselkedünk. Vida professzor úr említette az Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának Millennium Ecosystem Assessment című vizsgálatát, amelyik a földi nagy biomok pusztulását is felmérte. Így nézett ki eredetileg a Föld, 100% a borítás ezekből a különféle biomokból, amik ott föl vannak sorolva, és akkor most mutatom az ember hatását, tessék kapaszkodni. Így néz ki pillanatnyilag, és erősen dolgozunk, hogy ahol még van valami jelentős kipusztítani való, például a trópusi őserdők vagy a tűlevelő erdők területén, ott ezen dolgozzunk. Trópusi őserdők esetében például arról van szó, ami miatt félteni kell, az túlnyomó részt mondjuk az északi félteke vagy a nyugati világnak a hús felhasználása, ami miatt Brazíliában jelentős erdőterületeket vágnak ki, hogy ott génmódosított szóját vessenek. Ez egy nagyon komoly kérdés, el kéne gondolkodnunk például azon, hogy mennyi hús teszünk, és hogy arra nekünk tényleg szükségünk van-e. A tűlevelő erdők esetében Vida professzor úr mutatott egy komoly, nagyon megdöbbentő ábrát. Az olajhomok és az olajpala kitermelés következtében Kanadában egész magyar megyényi területeket tarolnak le, és bányásszák alattuk az olajat roppant rossz hatékonysággal. És akkor itt van még ez az élelmiszeripar, amit hát néhányan mezőgazdaságnak hívnak, én nem szeretem ezt, mert ugye Kartágót azt a rómaiak sóval felszórták. Abban még úgy beletörődünk, hogy az ember az ellenség földjét mérgezi, de hogy a sajátját, azért az majd megdöbbentő. És különös iskola példája az, ami történt például a magyar tájjal az elmúlt 2000 évben, inkább 1000 évben, döntő többségében annak a szűklátókörű uralkodói rétegnek a haszonlesése miatt, amelyiknek soha nem volt elég, ami volt. Minden társadalomban úgy látszik vannak ilyenek. Pedig a magyar tájban benne élő ember az ártéri gazdálkodással olyan rendszert alakított ki, amelyik hosszú távon fenntartható, és a tájat és az embert egyaránt gazdagító lett volna. Nézzünk meg egy alföldi tájat, ez egy keresztmetszeti kép, ahol a magaslatokon kemény és puha faligetek vannak, ezek az ártéri erdőségek, zárójel, a magyar ember a magaslatokat ormányoknak nevezi. Azért is hívják például a dél-dunántúli tájegységet ormányságnak, a magaslatokon vannak a falvak. A 40-es évekig eszével nem jutott senkinek az árterekre építkezni, az azóta divat. Az alacsony területeken vannak a kisvízi medrei, a patakoknak, ereknek és a tavaknak. Amikor megjön tavasszal az olvadás a Kárpátokból, feltelik ez a medence, és csak a ligetek emelkednek ki belőle. Úgy hívják ezt, hogy zöldár. Azért zöldár, mert ilyenkor indul be a netfkeringés az erdőben, és az erdő fel tudja venni ennek az árvíznek a jelentős részét, és az árvízzel nem kell úgymond kezdeni ebben a rendszerben semmit, legfeljebb kormányozni a fokoknál, ahogy a régi ártéri gazdálkodó ember csinálta. Aztán nyáron, amikor süt a nap és nincs elég eső, az erdő párologtat. Hűt, akár 7-8 fokot is tud hűteni a környezetéhez képest, és patakok, erek formájában visszaadja a vizet a tájnak. Nem víztározókban kell tárolni a vizet, hanem a természetes rendszerekben. Nem ki kell vezetni az országból az árvizet tavasszal, minél gyorsabban, hogy nehogy véletlenül egy házat is elöntsön, hanem inkább azon kellene gondolni, meg szántót, ami egyébként egykor ártéri erdő volt, hanem azon kellene gondolkodni, hogy olyan táji nagy rendszereket készítsünk újra az Alföldön, amik ezt a vizet megkötik. Mert az ellenkezőjét tettük. Ezen az ábrán látható, hogy kivágták ezeket az erdőségeket. Az Anzsúkorban azért, hogy ott legeltessenek, mert a földesúr rájött, hogy a marhát nagyon jól el lehet adni a nyugati országokban, és ebből van a pénz. Később pedig szántóföldeket csináltak a lecsapolt árterek, ártéri erdők helyén, azért, mert akkor abban az időben úgymond a gabona volt a menő termék, amit a Habsburg birodalom vett meg. Csak hogy amikor nincs erdőborítás, akkor tavasszal nincs, ami megkösse a vizet, ott pang sokáig, nyáron pedig az asszály úgy kiszárítja, hogy ember legyen a talpán, aki ott egy tarlóhántást el tud végezni bármilyen géppel, bármilyen ekével.
Francia tudósok jártak hazánkban a 90-es évek elején, amikor Magyarország világá küldötte az ő fájdalmát, hogy itt az Alföldön egyszerre van árvíz, belvízveszély tavasszal és aszály nyáron. És a francia tudósok eljöttek megnézni, milyen furcsa táj az, ahol ez egy évben egyszerre fel tud lépni. Ma így néz ki a táj, erdőknek nyoma sincs, néhány fasor árválkodik a messzeségben, de azokat is inkább kivágják legtöbbször, mert nem férnek el a nagy gépek, ezzel a biodiverzitás roppant alacsony fokra jut, és azok az emberek, akik a magyar honfoglalástól egészen az ártéri korszak végéig ezen a területen szegényként ugyan, de megéltek, a közös erdők, a közös halastavak, a közös ártéri területek legelők haszonvételeiből eltűntek, elvándoroltak, elszegényedtek, azért, mert a közös területeket a földesúr szépen lassan kisajátította. Oda jutottunk a végére, hogy szegény magyar ember vidéken egykézik. Lemaradt a felirat, ott van a jobb alsó sarkába. Az egykézést a magyar paraszt nem azért találta ki, mert jó kedve volt, hanem azért, mert neki nem maradt az úrbéri rendelet után más, csak a jobbágytelek. A közös földekhez, közös legelőkhöz nem fért hozzá. Így aztán egykézett, és ezzel elindult a magyar társadalom azon a lejtőn, ami miatt mostanában sokat sírunk, hogy fogy a magyar meg hasonló, de hogy a probléma gyökeréhez bárki hozzányúljon, hát olyan bátor döntéshozó még nem született ebben az országban. És közben fejlődésről beszélünk. Nézzük meg, mit jelent a fejlődés például a talajok esetében. Ha ezt az ábrát megnézzük, illetve táblázatot, ezek a Gödöllői Egyetem adatsorai, akkor azt láthatjuk, hogy az 1930-as évekhez képest az 1 hektárra kijuttatott szerves trágya, az első oszlop, 5 tonnáról 3,5 mázsára csökkent, és a megtrágyázott terület az akkor 25%-ról, tehát minden negyedik hektárt megtrágyáztak akkor, mostanra 1% alá csökkent, cserében nőtt a műtrágya és a növényvédőszer felhasználás. Ezek rendkívüli fejlődést mutatnak. Valóban, csak közben az történik, hogy az 1860-as évekhez képest a réti talajoknak a humusztartalma 10%-ról 2,3%-ra esett, ami azért nagyon komoly veszteség, és a legnagyobbakat az utolsó 50-60 évben veszítettük, amióta gépesítve van a talajművelés. Elemhiány lépett fel a talajban, a vastartalom 6%-ról 2%-re, a méztartalom 1,6%-ról 0,4%-ra esett vissza. Közben a talaj savasodik, főképpen azért, mert legtöbbször a foszfát műtrágyák savasítanak. Ugye a kálcium és a foszfor aránya a lucernában az 1900-as évek elején 8, az 1-hez arányról 3,7 az 1-re csökkent, tehát a talaj savasodik, ezt mutatja a lucerna. És van nagyon komoly elemhiány, ami fellép a növényekben, főképp a szerves trágyázás hiánya, a teljes anyagkörforgás megszakítása miatt, mert csak műtrágyázunk és csak néhány elemet pótolunk. Így például a burgonyában 1942-es 110 mg per kilogramm vastartalomhoz képest ma 5 mg per kilogramm található átlagosan, a kukoricában 78 mg-ról leesett ez a szám 15-re. Tudnék még mutatni ilyeneket vitaminokra, nyomelemekre vonatkozóan, de nem terhelem vele önöket. Márai Géza cikkeire rátetszenek keresni a világhálón ezeket az adatokat részletesen kifejtve, megtalálják. A megoldás nem az, hogy még hatékonyabban, még mélyebben forgatjuk a talajt, még többször szántunk és így tovább, hanem olyan okos gazdálkodási rendszerek, amit egyébként tudom, hogy például a Krisna völgyben most kezdenek el kikísérletezni, olyan növénytársítások, amik rendszerint egész évben zölddel borítják a talajt, megkötik a levegő nitrogénjét és feltárják a talajban lévő mikro- és makroelemeket. De nem ez a gond összességében. Én most felvillantottam itt az elmúlt 20 percben néhány nagyon komoly kérdést. Az éghajlattól, az erőforrásokon, a táj túlhasználatán keresztül számos tünettel találkoztunk. De a diagnózis nem az, hogy mi mindegyikre keressünk valami technológiai megoldást. Mert látjuk, hogy a technológiai megoldások a döntő többségben ugyan megoldják az adott problémát jól-rosszul, vagy ideig, óráig, de előidéznek többet, olyan ez, mint a mesebeli sárkány, aminek ha levágják egy fejét, 7 másik nő helyette. És furcsálom, hogy erre még nem jöttünk rá. Tehát a ma problémái azok a holnap hatványozott veszélyforrásai lehetnek. Ha szeretnénk megérteni, hogy merre kell elmozdulnunk, akkor először adjunk egy diagnózist a gazdaság szintjén. A diagnózis áttekintéséhez talán többen ismerik ezt az ábrámat, ez az ábra nagyon sok segítséget nyújt. 2005-ben végződött egy kutatás az Egyesült Államokban, amelyik Manhattannek az eredeti táj
képét állította helyre régészek és biológusok közreműködésével. Ugye felül látható az eredeti, amit számítógéppel rajzolt grafika, alul pedig látható a mai városkép. Vessük össze a két rendszert, jelentős különbségeket fogunk találni. Felhívom a figyelmet, hogy a fölsőben is élnek emberek, ott van a két füstoszlop, azok valószínű indiánok, de az igaz, hogy nem akkora számban élnek, mint alatta, tehát ez kétségtelen. A felső rendszer megújuló erőforrásokra támaszkodik, mert a napsütés hajtja. Benne az anyag körbejár, körforgást végez, egyik körfolyamatból a másik körfolyamatba megy. Ezt a körfolyamatot a napenergia látja el mozgató erővel tulajdonképpen. Eközben nem keletkezik hulladék. Mert ami az egyik alrendszer számára hulladék, például egy állatnak teteme, vagy egy korhadó növény, az más alrendszer számára kincses bánya, gondoljunk a lebontó életformákra, baktériumokra és gombákra. Ez a rendszer, ahogy Vida professzor úr is elmondta, számos önön magában értékes szolgáltatást nyújt, tiszta levegő, tiszta víz, élőhely számos faj számára, és így tovább, stabilizáló hatást jelent a vízkörforgásra, a helyi éghajlatra, stb. Ezzel összevetve az alsó rendszer nem megújuló erőforrásokra támaszkodik, mert ugye ha New Yorkot csak a nap sütné, akkor ott igen hamar megállna az élet. Oda különféle erőforrásokat kell bevinni, elektromos áramot, földgázt, olajat, és így tovább. És nem hulladékmentes gazdálkodást folytat. Először is a világ nagyon távoli részeiről hozzák ide a különféle feldolgozott anyagokat késztermékek formájában, például Kínából, tehát az nagyon messze van. A felette lévő rendszer, az erdő, az csak helyi nyersanyagokat használ, tehát az erdő nem importál például nyomelemeket mondjuk Indiából, nem tesz ilyet. Az alatta lévő rendszer igen. És benne hulladék képződik. Tehát az emberi gyártási folyamatok iránya az az, hogy valami koncentrált nyersanyagot lehetőleg jól elszennyezünk, például befestjük a fémet, amit utána nem lehet róla leszedni, mert mondjuk hőálló festékkel festettük be, és aztán kidobjuk, és ott a hulladék, és ennek a hulladéknak már egészen más a rendezettsége, mint amilyen volt az ércé a bányában például, és ehhez rendkívül sok energiát használunk. Tehát a földi rendszer tulajdonképpen tudja a dolgát, mi nem tudjuk a dolgunkat, mert mi koncentrált nyersanyagokból sok energia felhasználásával, sok szennyezéssel hulladékot készítünk. Tehát a két rendszer között hatalmas különbségek vannak. És most már biztosan tudom, mert 3 éve a Pécsi Egyetemen ezen dolgozunk, hogy lehet olyan gazdasági rendszereket csinálni, amik a felső képre emlékeztetnek. Helyi nyersanyagokat dolgoznak fel, megújuló erőforrásokkal, és közben nem termelnek hulladékot, hanem az átalakítás során hasznos termékek keletkeznek. Egy példát engedjenek meg. Ez még természetesen nem teljesen kész rendszer, mert nem minden eleme újra hasznosítható. A benne lévő gépek még csak korlátozottan. Képzeljenek el egy almaléüzemet. Az almát beviszik a gyárba, kipréselik, a levet eladják, a többit pedig kidobják, mert valamilyen szinten hulladék, legtöbbször most már sajnos veszélyes hulladék a cefre. Ez a gyár, hogyha nem kell annyi almalé, mint amennyi előtte kellett, leépíti a dolgozóit, kevesebb almát vesz, tönkre megy tehát a termelő, és nyilván az is, akit kirúgtak. Ha elképzelünk egy másik rendszert, amelyikben bejön az alma, megmossák, a mosóvizet félreteszik, kipréselik az almalevet, aztán olyan palacba palackozzák, amit ha kidobok, lebomlik, és nem csak almalevet, hanem például almabort készítenek belőle, akkor már egyel több terméken van. Utána a cefrét, amelyik egyébként, ha voltak már almalé préselő üzembe, tudják, fogásra száraz, mert teljesen kipréselték a levét, visszahígítják a mosóvízzel, biogázt tudnak rajta termelni. A biogáz termelésével ez még kiégethető akár ipari szesz alapanyagnak, akár aki azt tudja fogyasztani, almapálinkának, almalikőrnek, ha fölhigítjük egy kis almalé koncentrátummal. Ami kijön ebből a kettő rendszerből, tehát a kiégetett cefre, illetve a biogáznak a maradék anyaga, az még alkalmas gombatáptalajnak, a végén komposztálható és mehet vissza az almaültetvényre. Amit egyébként eleve úgy kell elkészíteni, hogy a legrosszabb minőségű termőterületet ültetik be ellenálló almacsemetékkel, és aztán 10-20 év alatt a visszahordott szerves anyagnak köszönhetően a föld feljavul, és az almafákat lehet arrébb vinni az életciklusuk végén, és a terület alkalmas magasabb rendű kertészetre, például, mert közben megjavítottuk a talajt. Ez a rendszer az előzővel összevetve 5-szörös hatékonyságú, egy átlagos 10-20
hektáros mondjuk almaültetvényhez tartozó ilyen feldolgozó üzem évi több ezer palack terméket gyárt, meg több száz kiló gombát, és ugyanakkor 10 embernek ad munkát vidéken. Ezeket a rendszereket csak azért nem csinálják, mert valahogy én nem tudom, hagyományos rendszerekben, amik szennyezőek, rosszak, oda mindenki szívesen fektet pénzt, ha lát benne fantáziát, ezekben nem, mert még csak prototípusok léteznek belőle. Ezeket gyűjtőszóval a Pécsi Egyetemen meghonosodott szóhasználatban, külföldi eredetű egyébként, kék gazdaságnak hívják. Ezek azok a rendszerek, amelyek hulladékmentesen, helyi erőforrásokból építkezve, megújuló energiákkal dolgozva, számos hasznos dolgot művelnek a természetet utánozva. De a probléma gyökere még mindig nem itt van, mert ezek csak gazdasági rendszerek. A probléma gyökere az az emberi magatartásban van. Egészen addig, amíg az erkölcs nem bukkanhat föl a tudományos szóhasználatban a fenntarthatóság kérdése kapcsán, és csak arról beszélünk, hogy a gazdasági növekedés kényszerét meg kell állítani, addig még nem tettünk semmit. Mert az ember nagyon nehezen tud elszakadni attól a gondolattól, amiben tudatos munkával belenevelik az egész gyermekkorától kezdve, ez pedig az, hogy fogyasszon, mert az anyagi javak boldogítanak. Nem, ezt felejtsék el, az anyagi javak nem boldogítanak. De egyetlen boldogító tudás létezhet a Földön, ha tudom, hogy honnan jöttem, és hová megyek. És ezeket soha nem az ember a környezetében találja meg, hanem a természet fölötti világban vannak a valós válaszok. És hogyha ezt mindannyian így tudjuk gondolni, akkor abban az esetben nem lesz nehéz szeretni a valódi édesanyánkhoz hasonlóan a Földet is, amelyet úgy kaptunk ajándékba a Teremtőtől, és nekünk egyetlen feladatunk van vigyázni rá, és úgy átadni a gyerekeinknek, hogy gazdagabb legyen, mint előtte. Mert ez a feladatunk. Nem pusztítani, építeni, nem rombolni, hanem növelni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.